Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Ma még szükség volt az esernyőkre, de most pár napig egy kicsit félretehetjük őket. A hét hátralevő részében már egy anticiklon lesz az, ami alakítja az időjárásunkat. Emiatt a magas nyomás miatt egyre kevesebb felhő lesz felettünk, ahogy említettem, csapadékban sem lesz részünk, és fokozatosan enyhül az idő. A hétvégén már délnyugati szél hozza hozzánk az ilyenkor megszokottnál egy picivel melegebb levegőt. Az előttünk álló éjszaka sem kell túlzottan kemény fagyokra számítani. Általában plusz 2 és mínusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, az északi fagyzugos helyeken lehet ennél hidegebb. Felhő alig lesz felettünk, gyengén felhős és derült lesz az ég. Keleten, északkeleten azonban képződnek még kötfoltok, ezek azonban holnap a reggeli órákban gyorsan feloszlanak, és hazánk legnagyobb részén egyértelműen a napsütésnek örülhetünk, és annyira a hőmérsékletre sem lehet panasz, hiszen 2 és 9 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy fázni sem fogunk, melegebb lesz az idő, mint ahogy ezt az elmúlt napokban megszokhattuk, és egyre tovább melegszik. Csütörtökön és pénteken még ugyan 10 fok alatt lesznek a csúcsértékek, de a hétvégén már egyre több felé megközelíti, sőt meghaladja a 10 fokot a hőmérséklet. Vasárnap már a Kárpát-medence legnagyobb részén 10 fok felett mérhetjük a csúcsértékeket. Akkor már erős lesz a délnyugati szél, ami szállítja hozzánk az enyhébb levegőt. Fokozatosan egyre gyengébbek lesznek a fagyok is, de az éjszakák során azért még köd képződik, továbbra is inkább keleten, északkeleten lehet erre számítani. A reggeli órákban azonban a napsütés hatására ezek a kötfoltok továbbra is gyorsan feloszlanak majd. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!